Sziasztok! Anamé vagyok. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy szellemi szempontból az irányok mennyire sokat számítanak. Mondok rá egy példát. A test első része az a külvilággal való kapcsolatért felel, az ébertudat helye. Ez bárki könnyen megérezheti, ez nem egy misztikus duma. Például, hogy a stressz ér benneteket, akkor meg lehet érezni azt, hogy ez hirtelen ideugrik, mint hogyha az ember légzése is ilyenkor mellkasi légzésre váltana, keletkezik egy feszültség itt a test előső részében. Erről nagyon-nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, de még valami fontosabb, meg lehet mutatni a gyakorlatban, hogy hogyan lehet dolgozni a test előső részével. A test háta mögött is van valami egészen csodálatos. Én ezt alvótudatnak hívom, de sem az álomhoz, sem az alváshoz nincsen köze, hanem pont az ellentéte az ébertudatnak. Valami olyan végtelenség, ami képes kiterjedni, képes megcselekedni azt, amit a beszűkült, szinte csapdába zárt ébertudat, ami sokszor csak a külvilágra tapad, az nem képes. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen az, amikor ezt a két dolgot összekombináljuk. Milyen az, amikor megtisztítjuk a test előső részét minden olyan kötődéstől, ami energiát rabol el az embertől, és közben aktiváljuk a test hátsó részénél lakó óriási potenciált. Nagyon-nagyon tuti lesz, nagyon várom. Találkozunk május 5-én és 6-án. Ugyanúgy lesz két nyitott workshop, és aki szeretne velünk gyakorolni ezen a két napon, az szerintem nagyon nagy élménnyel lesz gazdagabb. Nem csak elméleti tudás, hanem az, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik, hogyan változtatja meg az életeteket. Úgyhogy ott találkozunk. Sziasztok!